Na hát üdvözlök mindenkit, sziasztok! Ugye 2-0-ás hét után vagyunk, ugye megvertük az SK-t és Fanatikot is, az eddig veretlen Fanatikot, akik most már nem veretlenek. Bebizonyítottuk, hogy mi is a top csapatok közé tartozunk. Szerintem elég jó a pozíciónk, ugye 6-2-ben állunk összességében a tabellán. A G2 meg a Fanatik pedig 7-1-jel előttünk van továbbra is, de most már itt csapatként mindenképpen az első két hely egyikét kéne majd megszerezni, legalábbis ez lenne a cél. Ezt lehet, hogy korábban már említettem, de hogyha az első kettő hely egyikét megszerzi valaki az alapszakasz során, az például nagyon sokat tud számítani. Ugye volt egy 3 hetes szünet, egy jó nagy kihagyás, nem alakult legjobban számunkra se. Ugye a kis regresszió volt látható a csapaton, és így végül az utolsó hét végére sikerült kicsit jobban összeérni és az alapokat ismét elővenni. Az SK meccsen látszódott is, hogy a makrónk az sokkal jobban helyén volt, mint a korábbi meccsek során. Az egyetlen dolog, amin javítani lehetett volna, az az, hogy erőtetni a harcokat kicsit jobban. Tehát amikor felállítottuk a pályát, akkor lehetett volna olyasmiket csinálni, hogy humanoid vagy én kruppolunk a csapattal, és akkor rámegyünk valami objektívre. Ehhez képest pedig mi egy sokkal inkább teamfight kompozíciót raktunk össze. Ugye Karmát hoztuk topra, és akkor volt Tristánunk, Braumunk. Ez egy nagyon stabil teamfighting kompozíciónak az alapja. És Azir is ott volt nálunk, amire egyáltalán nem számítottunk, mert szerintem jelenleg az Azir az egyik legnagyobb prioritás pikkek terén. Ezt lehetett látni a Fanatik például kisbannolt ellenünk. Miközben bevállalták más csapatok ellen, hogy Korkit hoznak az Azirba, de humanoid ellen senki nem meri bevállalni, mert ő a legjobb Azir Európában. Vagy a világon, ki tudja. Egyébként nagyon sokat köszönhetünk humanoid Kviánájának a Fanatik ellen. Elég fura nevet adtak neki. Minden esetre ez a hős ez elég broken tud lenni, hogyha olyan szituációba kerül, ahol hozható. Szerintem a Fanatik megadta nekünk a tökéletes lehetőséget, hogy hozzuk azzal, hogy beblind pickelték a TF-et, ami elég furcsa döntés volt a részükről, mert én természetesen értem, hogy a TF az nagy erőssége a Fanatiknak, hogy ezzel egy olyan globális ultiuk van, amivel sokkal inkább ezt a kaotikus stílust rá tudják erőltetni az ellenfélre, de szerintem ez nem egy blind pickelhető hős, amit bármikor hozni lehet. Fanatik elleni meccs elég nagy előnyünk volt így az elején, még ha az arany előnyben ez nem is nyilvánult meg, mert ugye kétszeres kleptot hoztak miden és boton is, de ennek ellenére sokkal jobb előnyünk volt a laning fázis után, és ezt a meccset ezt fel is lehetett volna gyorsítani, hogyha Heraldra jobban ráállunk. Itt nagyon sok időt vesztettünk, nagyon sok időt és tempót vesztettünk azzal, hogy rászwappoltunk a Heraldra, és közben jött az Infernal sárkány, és mi úgy döntöttük, hogy az Infernal sárkányt hozzuk el a Herald helyett, pedig itt, hogyha a helyes döntés az lett volna, hogy a Heraldra rámegyünk, és hogyha még az ellenfél el is viszi a sárkányt, akkor a Heraldot rádobjuk top lane-re, és 5 platinget még odaadunk Kobe-nak, aztán szerintem ennek a meccsnek vége is. De itt egyébként nagyon fontosnak tartottuk, hogy rengeteg engage-e legyen a csapatnak. Tehát amikor a Fanatik például túllépi a hatáskörét, és mondjuk midlane-en Reckless túlságosan felsétál, vagy egy olyan midwave-et próbálnak meg kontesztelni, ami nem az övék, akkor meg tudjuk őket büntetni rendesen, és ezért is hoztuk ezt a Nautilus-os, Jarvan-os team kompozíciót. Én azért hoztam a Nikót végül, még ha nem is vagyok a hősnek a legnagyobb mestere, mert AP-re volt szüksége a csapatnak, és nem is szeretem annyira úgy játszani a Nikót, hogy engage-elni kell az ellenfélre, mert szerintem ez a hős ez sokkal inkább akkor a legjobb, hogyha az ellenfél feléd jön, és te tudod őket lassítani a lassító itemjeiddel, tudod dobálni a képességeidet, és egy zone kontrollod az nagyon erős. Tehát kicsit úgy szeretem játszani, mint a Kennent, hogy megvárod, amíg az ellenfél lép valamit, és akkor erre tudsz neki választ adni. De mivel ilyen erős engage kompozíciót draftoltunk, ezért az lett volna feladatom, hogy flankeket találni. Tehát például megbújok egy oldalsó bokorban, és hogyha az ellenfél csapata bejön felém, akkor el tudom kezdeményezni a harcot, és akkor a Nautilusunk, mert a Jarvanunk follow-up-olni tud a CC-mre. Viszont ez egy kicsit nehéz feladatkör egy TF ellen, mert mindig amikor elkezdtünk egy objektívet, például a Nashort, akkor TF csak ultizott egyet, és akkor rögtön meg is látták a pozíciómat. Ez a flankelés, ez nem nagyon lehetséges. És szerintem ez probléma lett volna, még hogyha Kennent hozok akkor is, mert sokat nem lehet ez ellen csinálni, TF ulti az egy csalás. Látod az egész pályát, és akkor azt csinálhatsz, amit akarsz 6-7 másodpercig. Elég erős pick a Fanatiknak, de így, hogy Kiana counter pickünk az ott volt, ez így rendben volt, és szerintem erős draftunk volt.
és ezt kell majd hozni a jövő hétre a G2 ellen is, ugye majd velük játszunk visszavágót. Az első meccsen eléggé elintéztek minket még az első hét során, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy máshogy fog alakulni majd a meccs. És reméljük, hogy sikerül is győzedelmeskedni. Ezen kívül egyébként még az ellenfél a Misfits lesz majd. Jelenleg elég gyengén teljesítenek, úgyhogy szerintem ezzel a meccsen nem kell, hogy probléma legyen számunkra. Köszönöm, hogy néztétek ezt a heti vlogot is. További szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok!